Nagy szeretettel köszöntöm Cseke Péter, Kossuth és Jászai díjas érdemes művészt, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház igazgatóját, aki egyben a Magyar Művészeti Akadémia Kecskeméti munkacsoportjának elnöke. Köszönöm a köszöntést, és én is köszöntöm Önt. Elnök úr, miután Ön nagyváradi születésű, Adi Peceparti Párizsnak nevezte ezt a várost, hogy is volt az, amiről Ön is csak az elmondott történetekből hallhatott, hogy első zajos sikerét a színpadon a megszületésével aratta? Hát igen, igen, ez egy családi legenda. Édesanyám bement szülni, és a szülőorvos az édesapámnak, unokatestvérének a férje volt. Nagyon jó barátságban voltak, és megbeszélték, hogy akkor megszületik, a gyerek akkor ő oda fog szólni majd a színházba, az ügyelőpultnál fölveszik a telefont, és ő meg fogja tudni, hogy megszületette. Tegyük hozzá, hogy mindkét szülő színész, ugye? Igen. Bocsánat, ezt el kellett volna mondanom természetesen. Igen. És annyira lányban gondolkodtak természetesen, hogy édesapám nagyon lány szeretett volna, édesanyám is beletörődött ebbe a dologba. És amikor megszülettem, akkor valóban megtörtént ez a bizonyos telefon, és az ügyelőpultnál fölvették a telefonkagylót, hívták édesapámat, édesapám jött, és a szülész főorvos, Imre bátyám azt mondta, hogy Sanyikám, megszületett a Péter. És apám megkérdezte, hogy is lány? Nagyot nevettek, és édesapám bement a színpadra, és egy magánszám előtt köszöntötte a közönséget, és úgy köszöntötte a közönséget, hogy nagy szeretettel köszöntöm Önöket, a fiam és én. És erre kitült a taps, hiszen valamennyien ismerték édesapámat. Édesapám Nagyvárad nagy kedvence volt, legnépszerűbb színésze. Édesanyám szintén egy nagyon népszerű és egy gyönyörű szép hölgy volt, úgyhogy nagy boldogsággal vette tudomásul Nagyvárad közönsége, hogy megszületett a fiuk Péter. Hát ez maga volt akkor a predesztináció, hogy más pályára nem is mehettett, csak színművésznek, ugye? Hát igazából igen, voltak természetesen olyan kísértések azért az életemben. Én középiskolában, szakközépiskolában jártam, Unfalvi János közgazdasági szakközépiskola külker szakán végeztem, én külkereskedelmi ügyintéző. Mondjuk ez egyáltalán nem jött szóba. Szóba inkább a sport jött, fociztam, akkor már az Újpestben, és ők nagyon azt akarták, hogy hagyjam ott az iskolát, majd leérettségizem levelezőn, és a foci legyen a fő attrakció. A másik pedig, hogyha esetleg a színművészeti főiskola nem sikerült volna, akkor egy olyan elképzelésem volt, hogy talán diplomácia, az nagyon érdekelt. Több nyelven tanultam, ebből kifolyólag egyiket sem tudom rendesen, de az nagyon vonzott a kapcsolatok, az emberek megismerése, ez fontos volt, de természetesen ez egyenes út vezetett ide, hogy színészet. A színművészeti főiskola felvételie sikerült. 1965-ben a család előzőleg már átköltözött Magyarországra, és Színetár Miklós osztályába járt, nem akárkikkel. Milyenek voltak ezek a tanuló évek? Én egy nagyon gyönyörű 4 évre emlékszem. Valóban kiváló osztálytársaim voltak Vándor Évitől, Dunai Tamáson keresztül, Bánfalvi Ági, Sinkovics Andris, és most nagyon sajnálom, hogy mindenkit nem akarok most felsorolni. Kiváló, nagyszerű fiatalok voltak. Színetár pedig hát egy csodálatos tanár volt. Igazából soha nem azt mondta, hogy mit kell csinálni, hogy hangosabban, vagy halkabban, vagy jobbról gyere, vagy balról gyere. Egyszerűen ránk bízta a dolgot. És nagyon hamar felfedezte, hogy bennem vannak rendezői képességek, és nagyon sokszor rám bízott egy-egy jelenetet, hogy te majd azt megcsinálod szépen és ügyesen. És én nagyon kedveltem az ő munkamódszerét, aminek az volt a lényege, hogy inkább anekdótákat mesélt. Tehát nem azt mondta, hogy mit kellene csinálni, hanem elmondott egy anekdótát. Ebből érteni kellett volna. Sokszor én sem értettem, mert túl fiatal voltam hozzá. Aztán későbbiekben, amikor már színetár tanársegédje voltam a főiskolán, akkor nagyon pontosan tudtam, hogy egy-egy anekdótát miért is mond el valakinek, és akkor őt félrehívtam, láttam a szemébe a kétségbeesést, hogy nem érti, és akkor megpróbáltam neki elmondani, hogy ezt most még nem érted, de ezt nagyon jegyezd meg ezt a történetet, mert ez nagyon fontos lesz a te művészi életedben majd.
a pályakezdés vidékre szólította, mint annyi művészt abban az időben, de micsoda helyre, a Debreceni Csokonai Színházba, ahonnan aztán már a Madách Színházbeli sikertörténet következett. Igen. Hát Debrecen egy fantasztikus város volt abban az időben is, és most is. Nagyon sokszor visszajárok, nagyon sok barátom van. 5 évet töltöttem Debrecenben, kiváló szerepeket játszottam, nagyszerű társulat volt, pezsgő élet volt. Ez a Szendrő József-féle időszak? Ez nem, ez már inkább Lengyel György. Aha. És Gali Laci. Lengyel Györgye különben is nagyon jó kapcsolatom volt, nagyon kedveltem őt emberileg és művészileg is, és ő is viszont engem, úgyhogy nagyon-nagyon szép szerepeket játszhattam, és tanulhattam nagyon sokat Debrecenben, az a valóban 81-ben. A Madách Színház szerződtetett, és akkor ott jöttek a nagyszerű, kiváló szerepek, és a egészen csodálatos kollégák, Súlyok Máriától, Almás Éván keresztül, Huszti Péter, Hauman Péter, Márkus László, Mensáros László, és nem, megint nem... Hát és a szerepek, a fantasztikus szerepek, hogy más nem mondjak, a Macskák. A Macskák, amit több mint 600-szor játszottam, a Páratlan Páros című vígjátékot, azt közel 1000-szer játszottuk 35 éven keresztül. Tehát olyan hatalmas sikerek következtek, amik meghatározták a további életemet is természetesen. Nagyon szép évek voltak, és aztán jött egy olyan időszak, amikor a Nemzeti Színház hívott, Csiszár Imre rendezte és vezette abban az időben a Nemzeti Színházat, és akkor 1 évre oda szerződtem a Nemzeti Színházhoz. Ezután viszont addigra már országosan ismert és elismert művész volt. A kívülálló számára kicsit érthetetlen, hogy elment szabadúszónak, méghozzá egy hosszú-hosszú időre. Hát ez abban az időben ezt valahogy a kulturpolitika kezdeményezte, hogy megszűnjenek a társulatok. Szerintem nem volt igazán jó ötlet, és ez ki is derült később. És mi lehetett ennek az oka? A közösségek, az erős belső kohézió közösségek szétverése, vagy valami más? Én azt gondolom, hogy inkább pénzügyi, financiális okai lehettek ennek, mert hiszen akkor abban a pillanatban, amikor már, én ezt úgy szoktam mondani, hogy számlaadó, szövegmondó kisiparos lettem, abban a pillanatban már nem kellett bizonyos adónemeket a színháznak fizetni, utána azt én intéztem. Én úgy gondolom, hogy nagyon korán érkezett ez a dolog, és nekem, aki mondjuk közgazdasági szakközépiskolát végeztem, és tanultam statisztikát és könyvelést és hasonlókat, nekem nem volt ez olyan nagy nehézség, de azért el tudja képzelni, milyen lehetett egy idősebb művésznek, egy idősebb kollégámnak, aki számlával jelent meg egy forgatásra, méltánytalan volt. 2008-ig tartott ez az időszak, egészen 1992-től 2008-ig, ha jól tudom. 2008-ig, igen. Ez egy borzasztóan hosszú idő, és az alatt mi minden történt, milyen nagy szerepek és feladatok találták meg? Mint szabadúszó azért visszakerültem a Madách Színházba, és ott először is lettem a Madách Színház gyermek és ifjúsági előadásainak mindenese, én rendeztem, én találtam ki, én válogattam hozzá a szereplőket. Ádám Otto először is, aztán későbbiekben Kerényi nagyon bízott bennem. Ez nekem nagyon tetszett, ez a helyzet, mert közben jelentkeztem a színművészeti, akkor már egyetem volt, jelentkeztem rendezőszakra, és akkor Ádám Otto indított osztályt, aki a Madách Színház igazgatója is volt, és ő nem engedett engem az egyetemre, és azt mondta, hogy ha te rendezni akarsz, akkor biztosan rendezni fogsz majd, és nem akart elengedni, mert hiszen abban az időben 5-6 főszerepet játszottam a színházban, több mint 30 előadásom volt havonta, tehát nem akartak kiengedni azt a fiatal színészt, hogy beüljön az iskolapadba. Ezt ő szerintem jól látta. És ebben az időben jelentkeztem szintén az egyetemen, a színművészeti egyetemen, DLA képzésre, úgyhogy 2012-ben... Mi ez pontosan a DLA képzés? Ez egy angol szónak a rövidítése, Doctor of Liberal Arts, a szabad művészetek doktora. Aha. Tehát a művészetben is van doktori lehetőség, doktori képzés.
Tehát akkor doktor Cseke Pétert tisztelhetjük önben? Igen, de ezt nem használom. Azt hiszem, ez sokaknak új a közönség számára. Ezt nem használom természetesen, ezt a kétbetűs előszót, de valóban doktoráltam. Szóba került a rendezés, és bár Ádám Ottó annak idején nem engedte meg, de végül is 30 éve legalább rendez. Egyenes út vezetett a világot jelentő deszkákról a rendezői páholyba? Én úgy gondolom, hogy igen. Természetesen voltak ebben nehézségek, de az elején nagyon-nagyon kielégített engem az, hogy gyermek és ifjúsági darabokat rendeztem. Ugye, aki a főiskolán rendező tagozaton végzett, nyilvánvaló először a Hamletet akart rendezni, és Ibsent, és Chekhovot, és kicsit a gyermek és ifjúsági rész kicsit mostoha terület volt. Úgyhogy én viszont ezt boldogan vállaltam, és nagyon nagy sikereink voltak. Van olyan darab a Madách Színház jelenlegi repertoárján is, amit több mint 25 éve játszik a színház, amit én rendeztem. Tehát ez engem boldogsággal töltött el, különben is az a fajta színész voltam, aki mindig is az egészben gondolkodott, nem csak a saját szerepében. Tehát a színpadon is, ha valami eszembe jutott egy kollégámmal kapcsolatban, hogy azt hogy tudná jobban mondani, érthetőbben mondani, élvezetesebben mondani, akkor azt egy kis papírra mindig leírtam, és a jelent után mindig elmondtam nekik. Úgyhogy ez a rendezői véna nyilvánvaló bennem volt. Felesége Sára Bernadett, szintén országosan ismert művésznő. Vajon áldás vagy átok a családi élet szempontjából, hogy egy színész házas pár működik, dolgozik, szervezi a családi életet, a két lány, mert ugye két lányuk van, a két lánynak az életét, felcseperedését? Nálunk igazi áldás, azt kell mondanom, nem tudom, hogy máshol milyen helyzet, de ez egy nagyon komoly számomra is, és úgy gondolom, hogy a feleségem Detti számára is, ez egy igazi nagy segítő háló, a család egy igazi nagy háttérnek szoktuk mondani, de ez nem háttér, ez előtér szerintem. Megértőbb az az asszony, aki tudja, hogy mivel jár a pálya, egy premiérnek az izgalma? Természetesen, és nagyon fontos volt számomra, hogy ő ezt megértse, hogy el tudjak vele beszélgetni egy-egy rendezés alkalmával, egy-egy szerep betanulása alkalmából, és ugyanúgy ő is mindig megmutatta, hogy mit fog játszani, kérte a véleményemet, be tudtam ülni a próbára, nyilvánvalóan tudtam úgy segíteni őt, és ő engem. A szabadúszói lét 2008-ban azzal szűnt meg, hogy önt megválasztották a Katona József Színház, a Kecskeméti Katona József Színház igazgatójának. Tehát 2008 óta, most 23 van, ön a színházat vezeti, igazgatja, és idén, amihez gratulálok, túl a 70. születésnaphoz, ami rövidesen bekövetkezik, mert ehhez is szívből gratulálok, azt hiszem a közönség nevében is tehetem. Tehát egészen 28-ig tart a megbízatás, hiszen idén újra megválasztották. Igen, ez a negyedik ciklusom, 5 éves pályázati ciklusok vannak Kecskeméten, úgyhogy ez a negyedik ciklusom. Hát azt kell mondanom, hogy ez egy igazi gyerekkori beteljesült álom. Mert az elején említette, hogy nagyváradi születésű vagyok, hogy a szüleim színészek voltak, a színházban nőttem fel, és a nagyváradi színháznak volt egy vezetője, akit Gróf Laci bácsinak hívtak, akit én nagyon kedveltem, és nem csak én, hanem úgy láttam, hogy valamennyi színész és technikai műszaki dolgozó is nagyon kedvelt és szeretett. Úgyhogy gyerekkoromban azt fogalmaztam meg, hogy nem tudom, hogy ő kicsoda, de én olyan szeretnék lenni majd, hogyha fölnőttem, mint a Laci bácsi. Tehát volt egy minta. Így van. És ez egy valóban egy gyerekkori beteljesült álom, hogy én egy színházigazgatója lehettem. Ez nem az első próbálkozásom volt, és nem az első gondolatom volt. Itt volt egy próbálkozásom egyszer Egerben, aztán Debrecenbe szerették volna, hogy menjek igazgatónak. Aztán volt egy próbálkozásom már Kecskeméten, Nyíregyházával. Én úgy gondolom, hogy jó Isten azt látta, hogy akkor még nem voltam igazából érett erre a feladatra. És 2008-ban, amikor újra jelentkeztem, és úgy gondoltam, hogy most akkor a lányaim már kirepültek, most igazából tudnék foglalkozni egy új társulat, egy új közösség megszervezésével, akkor szabad utat kaptam. 2020-ban az ön által irányított színház nemzeti színház rangra emelkedett. Mit jelent ez valójában a színház életében és egyáltalán a presztízs szempontjában? Ez úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy
dicsőség, büszkeség, és egy nagyon nagy feladat és felelősség is. Azt láttam lehetőségnek és kitörési pontnak, miután láttam, hogy egy nagyon jó közösséget sikerült Kecskeméten szerveznem. Kiváló munkatársaim vannak, igazi csapatjátékos vagyok én is, és egy nagy csapatot sikerült Kecskemétre vonzanom. Ezt láttam kivezető útnak, hogy a Nemzeti Színházi státuszt elérjük. És valóban úgy is működtünk, mint egy Nemzeti Színház. Abban az időben, és már nagyon sok idővel előtte, 5 Nemzeti Színház működött az országban. Győr, Pécs, Szeged, Debrecen és Miskolc. Úgyhogy ez egy igen nagy feladat volt. És abban a pillanatban a csillagok állása úgy állt, és a Jóisten így akarta, hogy államtitkár úr, aki sokat járt Kecskemétre, Fekete Péter államtitkár úr, sokat járt Kecskemétre, ismerte a társulatot, látta azt a hatalmas munkát, amit végzünk, az ő kérésére, vagy az ő ajánlására, miután már a várossal közösen több éven keresztül próbálkoztunk, végül is 2020-ban megkaptuk ezt a kitüntető címet. Ez egy rendkívül zajos és ellentmondásokkal terhes korszak, amiben mi éppen a pályánkat éljük, és most itt beszélgetünk. Ebben a helyzetben, amiben élünk, vagyunk, mit jelenthet, mit adhat a színház az embereknek? A színház, ahogy az elején is megfogalmazta és idézte, az egy közösségi szertartás. Azt mondjuk, hogy körülbelül 2500 éves. 2500 éve működik, és nagyon sokszor féltették a színházat, és azt mondták, hogy jaj, jön a rádió, mi lesz akkor a színházzal? Semmi nem történt. Aztán jött a televízió, jött a film, pont fordítva, tehát jött a film, és jött a televízió, és akkor is nagyon nagy nehézséget, gondolták, hogy nagyon nehézséget okoz majd a színháznak, és a színház mai napig is teltházakkal működik. Tehát ezt igazából pótolni, hogy 500, esetenként 1000-1800 ember ül egy nézőtéren, és közösen játszik a színpad a nézőtérrel, ez semmi nem tudja pótolni. Ez egy olyan csodálatos dolog, amit úgy gondolom, hogy ha beszélünk arról, hogy írástudók felelőssége van, akkor színházcsinálók felelőssége is nagyon komoly, mert hiszen ez egy csodálatos műfaja a művészeteknek, a színház. És nagyon remélem, hogy sokáig az is marad, és az is lesz. Sokszor gondolkodtam azon, hogy mi is lenne, ha nem lenne színház, és azt gondolom, hogy sokkal szegényebbek lennénk. Egy igazi jó színház igazi jó kérdéseket kell föltegyen a nézőtéren ülőknek. És akkor érzem, hogy igazán jó a színház, hogyha az, aki bejön és megnéz egy előadást, az úgy megy ki, hogy több lett aznap este. És a Kecskeméti Színház így működik. A Kecskeméti Nemzetiben ez a szlogenünk, ez az elgondolásunk, ez az arszpolitikánk, hogy a legpopulárisabb műfa is, amit csak úgy gondolunk, hogy szórakoztat, az is a legmagasabb szinten működjön. A színház ugye 3 lábon áll, a szakralitás, a szórakoztatás és az edukáció, a tanítás. És hogyha ebből valamelyik hiányzik, akkor ott gond van. Az arszpolitikám az, hogy mind a háromnak működnie kell Kecskeméten, és a Kecskeméti Nemzet így is működik. Idén tavasszal megalakultak a Magyar Művészeti Akadémia regionális munkacsoportjai. Annyi mindent csinál. Mi motiválta, hogy ezt elvállalja? Az érdeklődés és a tanulási vágy. És nem akartam cserben hagyni ezt a nagyon komoly művészekből álló csapatot. 24 rendes és levelező tag, és 20 köztestületi tag, tehát 44-en alakítottuk meg. Én biztos vagyok benne, hogy sokkal többen leszünk majd. És úgy gondoltam, hogy az első pillanatokat, az első 3 évet, mert hiszen ez egy nagyon hosszú folyamat lesz majd. És nem akarom azt mondani, hogy ez egy könnyű dolog, mert nem könnyű, egy nagyon komoly feladat. Úgy gondoltam, hogy ennek az elindításában segíteni tudok a Magyar Művészeti Akadémiának, a magyar művészetnek, így vállaltam el, ezért vállaltam el. Minden kezdet nehéz, és különösen nehéz, ha valakinek nincsen víziója az adott feladatra. Mi az ön víziója erre a
elnöki teendőre. Én úgy gondolom, hogy most két igen nagy és komoly feladat áll előttünk. Egyrészt, hogy a régiónkban bemutassuk a Magyar Művészeti Akadémia tagjait, munkásságát, kicsit közelebb hozzuk, ne maradjon ez egy ilyen fővárosi csodálatos társaság csak, hanem egyszerűen ismerjék meg a kecskeméti régióban is. A másik pedig az, hogy a kecskeméti régióban föllelhető művészeket, akik akár városokban, 37 város tartozik a mi régiónkba, de nem csak a városokban, hanem úgy gondolom, hogy a falvakban és a tanyákon is olyan művészi csodák lelhetők fel, amit nekünk biztos vagyok benne, hogy föl kell fedeznünk, mentorálnunk kell, segítenünk kell majd. A 30-as években a népi írók indultak el gyakorlatilag falujárásra, falukutatásra, valami hasonló kezdődik most el az önök mentorálásával? Én biztos vagyok benne. Ez egy óriási dolog, hogy a Magyar Művészeti Akadémia kinyílt, és 7 régióban egyszerűen elkezdett működni. Nagyon fontosnak tartom, és nagyon hosszú útnak tartom, és valóban azt kell érezzük, hogy minden, ami művészet, azt itt föl kell fedeznünk, segítenünk kell, mentorálnunk kell, lehetőséget kell adnunk pályázatokkal, és egy nagyon kedves akadémikus társam, Szőnyogi András lehívott Tiszakécskére, ott voltam múlt héten éppen, ahol az ottani képzőművészeket hívta egybe, és velük egy nagyon komoly, nagyon szép, nagyon tanulságos beszélgetést folytattam, ahol azt érzékeltem és azt láttam, hogy ennek nagyon nagy jövője van megszólítani ezeket a művészeket, akik ott vidéken, sokszor elszigetelve, sokszor kicsit félénken, sokszor csak az asztalfióknak írva mernek működni. Egyszerűen föl kell őket emelni, ki kell nyitnunk, és lehetőséget kell biztosítanunk, hogy ide föl jöhessenek, és az ország megismerhesse őket. Az évtizedek során annyi ajándékot kaptunk öntől, nem már a színházon keresztül, nem hazudtolta meg önmagát, mert ide is egy kis ajándékkal érkezett. Kérem, mondja el az apropóját, és adja át azoknak, akik látják majd ezt a beszélgetést, ezt a kis ajándékot. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget. Ez egy Shakespeare szonett, amit én úgy gondolok, hogy a regionális központunk irodájába föl is fogok írni a falra. Gyakorlatilag a művészetről, a művész ember sorsáról, a művész ember feladatáról szól. Arról, hogy csodálatos talentumokat kaptunk a Jóistentől, azok a feladatunk, hogy azokat továbbadjuk. És úgy gondolom, hogy a régiós központok kiváló és csodálatos alkalmai lesznek majd ennek. Shakespeare negyedik szonett. Tékozló báj, miért pazarlod saját gyönyörödre szépséged örökét? A természet csak kölcsönöket ad, s mert bőkezű, csak bőkezűt segít. Miért élsz hát vissza szép zsugorja bőséggel, melyet tovább adnod adtak? Kamattal uzsorás, ekkora pénzt szorsz el, de a múlás rabja vagy csak. Mert magaddal kalmárkodva csupán, megcsalod magad felől szép magad. S ha hív a természet, a sír után mi tűrhető számadásod marad. Fel nem élt bájad, veled száll a földbe. Használva, él és hagyatékod őre. Cseke Péter, köszönjük a shakespeare-i üzenetet, és köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a meghívást.